olyan kellemes percet szerzett ez a két művész ennek az országnak és az itt lévő embereknek és mindenkinek, aki ismeri és szereti a dalaikat és a művészetüket, hogy úgy gondoltuk, hogy ennek emlékére, 60 éves emlékére szeretnénk ennek egy kis emléket állítani itt a Györöki Mólon. Koncz Zsuzsa és Bródi János virágzó és termékeny munkakapcsolatának története 60 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A Balaton Györöki Mólón 6 évtizeddel ezelőtt találkozott először a két alkotó. Ez a találkozás eredményezte, hogy Bródi az Illés zenekar tagja lett, és ennek köszönhetünk többek között 44 Koncz Zsuzsa nagylemezt is. Az esemény jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, hogy Bródi Koncz közbejárásának köszönhetően került a zenei pályára. Ennek a pillanatnak az emlékére avattak most táblát a kerek évforduló alkalmából. Nem gondolhattam rá, és nem is volt ez annyira valószínű, mert hát én alapvetően mérnöki pályára készültem, tudomány és technika varázsolt el engem, csak hát a Zsuzsi beajánlott az Illés zenekarba, ami akkor még egy egyetemista, hobbi zenekar volt tulajdonképpen, de aztán mire elvégeztem az egyetemet, addigra az Illés zenekar is már országos ismertséget szerzett, így aztán a diploma után maradtam zenész, de igazából csak akkor dőlt el. Egészen addig én ezt hobbinak tekintettem, és éppen ezért kicsit szabadabban tudtam fogalmazni és írni a dalokat, mint hát azok, akiknek már ez a hivatásuk volt, és figyelembe kellett venni mindenféle szabályzót. A tábla avatást a napfényes időben szép számú közönség követte figyelemmel. A két művész számára azonban nem csak a múltat jelenti a Balaton, hiszen mind a mai napig előszeretettel látogatják a magyar tengert. Amikor tehetem, igen, amikor időm van, természetesen, és mindig örömmel jövök, mert a vize az összehasonlíthatatlanul jobb, mint bármelyik Európában található tóé, nem beszélve a morcos tengerekről, amelyek mindig csak hullámoznak. A hivatalos ceremónia után könnyed beszélgetés keretében lehetett jobban megismerni Bródi és Koncz történetét, annak közös pontjait. A platánok alatt a csordulásig telt nézőtéren fiatal és idős egyaránt érdeklődve fogadta, ahogy az elbeszéléseken keresztül kibontakozik a mítoszba és legendákba burkolt előadókból a szó pozitív értelmébe vett egyszerű, de nagybetűs ember.